Sziasztok, én Ákos vagyok, ez pedig itt a vegánblog.hu, és amint láthatjátok, ma külön kiadással jelentkezünk, az Egy tányérból eszünk című műsorunkat láthatjátok, és a mai vendégünk Kis József Zsolt. Hát, ha nem tudtok róla semmit, akkor én azért rögtön elmondok néhány szót. Számunkra a Dórival, a legfényesebb csillag az asztrológia egén, én ugye mondhatok ilyet, de a Zsolt ennél sokkal szerényebb. És viszont most főzni fog velünk, tehát most lehet, hogy asztrológus helyett gasztrológus lesz, én pedig majd itt segédkezem neki, hiszen a kukta szerepe fog majd nekem jutni, én meg Zodi Ákos névre fogok most hallgatni. Jó, Zsolt, és te is mondjál magadról, létszi egy pár szót, hogy te hogy mutatnád be magad, ugye? Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szeretettel, tisztelettel köszöntöm az érdeklődőket, a nézőket, hallgatókat. Elég nehezen jött össze ez a találkozó, de most érett meg a megfelelő időminőség, ezt mindannyian szerintem éreztük. És hát magamról annyit, hogy én egy segítő szakember vagyok, tehát mentálhigiénés és segítő szakember, és hát mondjuk így, hogy önmagam ön- és sorsismeretén keresztül mások ön- és sorsismeretét kísérel, vagy ebben asszisztálok. Egyébként eredetileg filozófiát tanultam, aztán médiát, és sokáig ott dolgoztam, részben a média még része az életemnek. Profi tévés vagy ugye. És vagy. Úgy is, hogy van egy saját YouTube csatornám, amit említettél, hogy ti is szoktátok követni, és valóban az asztrológia eszközét használom ez a bizonyos ön- és sorsismereti sors kíséréshez, illetve emberek kíséréséhez, ami egy ősi, analógiás, arhaikus, ugye, jelfigyelő ön sors és világismereti rendszer. Mindent még ne lőjünk el ezekről. Majd de majd beszélünk természetesen. Beszélni. Igen, mert lesz egy beszélgetős része is a műsorunknak. És mit fogunk ma főzni? Mert nem titok, hogy te hoztad a mai csodálatos étket. Igen, elmondhatom a rövid... rövid verzióját. Én mostanában, hogy bevallom őszintén, és erről beszéltünk is Zodi Ákossal, hogy én mostanában nem főzök, nincs rá úgy időm, nem olyan az életem, viszont korábban én sokat főztem, elsősorban indiai ételeket, ám én volt nagy életszakasz szóm, amikor falusi turizmust csináltam, és ott ez Baranyában volt, a Mecsekben, és ott falusi vendéglátásból kellett vizsgázni, és baranyai tájjellegű ételt választottam, mint vizsga ételt, ez pedig a hajdinával töltött, ugye az hajdinával töltött karalábé és káposzta variáció volt, az eredetileg hajdinával töltött karalábé volt. Ami nem hajdinával lesz most. Igen, és egyébként nem van egy olyan változata, hogy kell káposztából, tehát kell káposzta levéllel töltött, hajdinával töltött, de ezt majd megbeszéljük, hogy miért nem az. És nekem ez egy emlék volt, és gondoltam, amikor fölhívtatok, hogy voltak előttem olyanok, akik indiai ételt főztek, abban ahhoz én közelebb állok, de akkor azt mondtam, most hogy most legyen egy tradicionális falusi jellegű, és ami itt van a hazánkban. Szuper. Na, hát akkor ennyit bevezetőről, maradjatok elő, mindjárt kezdünk is. És már itt is vagyunk, azért néhány fontos kritérium a mai ételünkről, gluténmentes lesz, olajmentes lesz, és teljes értékű, és ahogy már megszokhattátok, az elkészítése rendkívül egyszerű, és talán minden túlzás nélkül azt is mondhatjuk, hogy pénztárca baráttárt nem is kell rá sokat költenünk, és az ünnepekre is szerintem egy jó ötlet lehet, egy igazi ünnepi ételt tudtok belőle kihozni, ami egészséges, finom, és meggyőzhetitek akár a nem vegán barátaitokat, vagy bárkit. Zsolt, szerinted belekezdhetünk? Szerintem igen. Na, ne várassuk. Szuper. Oké, nézzük az alapanyagokat elsőként. Így van. Az összes hozzávaló és a felhasználandó mennyiségek a videó alatti leírásban is megtalálhatóak. Hát ez most nem a megszokott kép, nem ilyet szoktatok látni, mert egy picit előre dolgoztunk, mindjárt is mondom részleteibe, hogy mi az, amivel már mi dolgoztunk. Például a barna rizs, arról majd beszélünk, hogy miért is barna rizs van most itt előttünk. Hagymát és fokhagymát dinszteltünk, és utána elkészítettük, a fűszereket is hozzáadtuk, azért most a rendkedvére ezeket is elmondom, mindenmentes ételízesítő, só, bors, kurkuma, szerecsendió és majorána. Láthatjátok az almát, talán ez könnyen felismerhető, és Zsolt, léci segíts, hogy mi az, amit még itt látunk, és hogyan készült el. Ezek kelkáposzta levelek, ahogy beszéltünk az elején, ezt igen egyszerű és olcsó beszerezni is, és egyébként elkészíteni. Nem volt vele különösebb gond, nagyon röviden.
sós szódabikarbonás lisztvel kellett főzni néhány percig, és majd itt van az előkészített állapotban, ezután csavarjuk majd. Na, igen, nem a szőnyeget, hanem becsavarjuk. Így van, hamarosan töltögetünk, amíg talán a petrezselymet hagytuk ki, de szerintem ő is elég beszédes volt. Hát, szerintem ennyi az alapanyagok bemutatása. Vegán blog tippjeink következnek, és hát most a csillagok állása szerint fogjuk elmondani az okosságainkat, illetve Zsolt, léci, mondd el, hogy a barna rizs és a hajdina, illetve ezeknek most így a felcserélése miért is történt. Ez egy alternatíva, és én hoztam ezt a megoldást, ugyanis én folytatok egy olyan diétát, amiben figyelnem kell a hisztaminra, és egy hisztamin terhelést hoz a hajdina. Ehelyett beszélgettünk arról, hogy mire lehet lecserélni, és a barna rizsre esett a választás. Egyébként ezt lehet karalábéba is tölteni, lehet káposztalevelet is használni, jelen esetben kell káposztát használunk. Úgyhogy egyébként, hogy mondtad ezt a csillagok állása szerint, én sokszor... Foglak még húzni ezzel, de sokszor, de egyébként ez teljesen jogos, mert én amikor az önismereti, vagy asztrológiai és ilyen jellegű táboraimat csináltam, én szakácsokkal dolgoztam együtt, és a szakácsokkal előre megbeszéltük, hogy a napi konstellációnak megfelelően milyen legyen az étel, milyen legyen az ételeknek az összeállítása, és egyáltalán mi legyen. Úgyhogy nagyon komolyan ráhibáztál erre. Oké, és ez most megfelel? Ez megfelel. Akkor sem mondd el, ha nem. De oké, elkezdünk dolgozni. Hát én az érdemi munkánál rögtön átadtam Zsoltnak a stafétabotot, illetve a fakanalat, és most mit csinálunk? Hát most éppen történik, a petrezselymet keverjük bele, és hozzáadjuk az almát, itt éppen kiszaladt egy picit, és az alma kapcsán, itt eszembe jutott valami, lehet, hogy érdemes elmondani, igen, hogy ugye van, aki ugye az almát Johnny Jokernek tartja, mert ugye zöldség, meg gyümölcs nem keverjük, igen, de úgy tudom, bizonyos irányzatok szerint, hogy az alma az nem számít annak, és keverhető zöldségekkel. Hát, ez nagyon mi az fontos, hogy képzeld, itt a teljes értékű növényi étrendben nem teszünk ilyen jellegű különbségeket, de én azt gondolom, hogy ez egyébként egy hasznos info, sőt, kidomborítottuk az almának ezt a végjegyét is, illetve tulajdonságát, és hát így még nagyobb szeretettel kevergeted, látom, és én meg imádom ezt, hiszen ismét nem kell csinálnom nagyon sok mindent. Én kihasználom mindig ezeket a vendégesdiket, úgyhogy innentől tényleg tiéd a főszerep. Na, jó sok szerintem lesz, reméljük, hogy elég lesz hozzá a káposztalevél. És hamarosan. Az arányom. Amit ti nem látok, hogy szegény Zsolt itt a kamerától alig fél, úgyhogy ezért tudja csak így használni a kezeit. Gyakorlatilag másfél méteresre nyújtotta őket, de szerintem így is. De a te kezed hosszabb, és messzire elér. Igen, de az most nem fog dolgozni. Igen. Oké. Nos, hát ez igen egyszerű és közismert, mert a töltött káposzta készítéséhez hasonló, és itt kiválasztok egy szimpatikus, nagyobb méretű káposztalevelet, és ezt fogjuk megtölteni körültekintéssel és óvatosan a mai időminőségnek megfelelően, mert hogy egyébként ma tényleg amikor fölveszük itt novemberben egy eléggé olyan időminőségben, amikor érdemes odafigyelni, hogy mit csinálunk, és legyünk éberek. De azért az mindig fontos. Na, itt egy jó, tehát így fog kinézni, így fogjuk majd betenni a sütőbe. És akkor ezt én most fölvágom, mert ugye ez lesz a következő lépés. Fog szétesni? Hát reméljük. Így van, reméljük, hogy nem fog szétesni, most jön a mutatvány, és akkor szépen áttesszük ide az előkészített teflonba. Igen, tehát nevőre hágyuló műanyagba. Így van, és a sütőt is már, tényleg a sütőt már becsapcsoltuk előtte, előre melegített sütőbe, és 180 fok. Igen, 180 fok, igen. Így tovább. Na hát figyelj, hát akkor csináld! Rendben. És én addig majd szórakoztatlak. Például azt tudod-e, hogy mit kérnek az asztrológiai konferencián az ajtóban? Na mit kérnek ez valami? Hát állatövi jegyet! És még lehetnek ilyenek, figyelj. Igen. Én egyébként nagyon szeretem egyrészt a spirituális humort, és a humornak azt a változatát, mert hogy a humor az egy komoly önismeret és szellemileg fölemelő, különösen igen, a szójátékokkal a kettő összefügg. Igen, meg az nem bánt senkit. De szerintem te is szereted, ti is, igen, hogy jól sejtem. Hát még lesz még azért, még mit foglak választani, ne aggódj el. Így van. Ez egy kicsit hízottabb lesz. Már csak 32 levél van. Amint látható, el is készült, pontosabban még,
a nyers változat, hiszen, ahogy már említettük, ugye előmelegített sütőben 180 fokon 20 percig fogjuk sütni. Ha valakinek maradt töltelékből, nyugodtan lehet középre tenni, de egyébként szerintem nem ízlésesen néz nagyon ki. Nagyon néz ki. Ez olyan, mint a töltött káposzta és a rakott kellnek a szerelem gyereke, nem? Tehát egészen, bizony. Ez egyébként egészen a konyha művészetben benne van a művészet kifejezés, és ugye a művész szerető archetípusa fogalmaz így. Ez gyönyörű, nekem tetszik. Hát igen, igen. Artisztikusok is vagyunk most. Tegyük is rá a fedőt szerintem. Oké, tegyük be, akkor 180 fok. És amíg sül az ételünk, addig beszélgetni fogunk, és hát szerintem olyan témákat fogunk érinteni, és talán olyan megvilágításban, amivel te még gyakran nem találkoztál, próbálok majd kizökkenteni a nyugalmadból, de csak a jó értelemben, jó? Tehát egy kicsit szerintem Azt szokták mondani, hogy a komfortzónán túl van a fejlődés, úgyhogy erről lesz itt eszembe. Most inspirálni foglak, igen, valamilyen módon, de lehet, hogy lesznek benne klisék is, de minden esetre mi és a kedves nézőink biztosan kíváncsiak lesznek rá, illetve nagyon remélem. Hát az asztrológiát már így érintettük, de rögtön bele is csapok a közepébe. Nekem a nagy kérdésem ezzel a témával kapcsolatban, hiszen nem titok, hogy szoktuk nézni a műsoraidat, hogy mennyire vegyük bele az életünkbe ezeket, mint fontos tényezőket, amik ott elhangzanak, és hogy nincs-e benne egy olyan veszély, hogy amit én valamilyen szinten meghallok, illetve a tudatom, illetve a tudatalattim is érzékeli, hogy a konstellációk, illetve a csillagok állása szerint ilyen és ilyen események várhatóak. Mennyire fogja ez meghatározni, vagy determinálni csúnya szóval az én életemet, mennyire fogok e szerint cselekedni, és valóban így lesz önmegvalósító az a fajta idézőjelbe vett jóslat, amit mondjuk akár te is néha elmondasz. Tehát, hogy van ennek valós veszély, hogy tényleg úgy történhet valami, vagy mennyire kell nekem ezt beengednem, vagy nekünk az életünkbe, és hogyan illesszük be a mindennapjainkban, nem tudom másképp kezdeni, ez nekem most a fő csapás, és ebből majd szerintem még tudunk szerte ágazni. Hát köszönöm a lényegi és érzékeny pontra rávilágító kérdést, jogos a kérdés. Ugye, ahogy már itt beszéltem, említettem, ugye az asztrológia, aki nem ismeri, egy ősi, önsors, világismereti jelfigyelő rendszer, és ahogy beszéltél nekem, az jutott eszembe, én ezt mondom a tanítványoknak is, hogy ez egy segédeszköz és térkép. Tehát, hogyha megyünk az autónkkal, vagy járunk az erdőbe, akkor nem a térképen járunk, hanem az erdőben járunk. Ez egy segédeszköz, amikor én elkezdtem például asztrológiával foglalkozni, és elkezdtem tanítani a saját iskolába, úgy definiáltam, hogy ha ez nem olyan rendszer lenne, ami egy bizonyos önismereti, tudati felébredtségi szinten akár feleslegessé is teheti magát, bár ugye szellemi kasztok is használják mai napig, illetve ősidők óta, mint jelfigyelő rendszer, akkor én nem is foglalkoznék vele. Tehát ez az egyik. A másik, ha említetted a videóimat, ugye ez pont a saját YouTube csatornámon végeredményben az időminőségét kísérem végig. Ugye az időnek nem csak egy mennyiségi aspektusa van, hogy hány percig beszélgetünk most, hanem hogy mi van most köztünk, mi van a térben. Tehát ugye egy verét pisem esetik le a mennyei atya akaratja nélküli a Shakespeare a Hamletben, semmi nem történhetik meg csak a rendelt idejében. És az időminőség, azt a tartalmat, az időminőség vizsgálata, ezt vizsgálják, fókuszálnak, erre fókuszálnak a jelfigyelő rendszerek, és maga jelfigyelő, mint én jelen esetben jeltolmács. Lekövetem azt, hogy az adott időszakban, és most itt mondok egy fontos dolgot, azt hiszem, hogy mindenki ezt tegye helyre, illetve mindenkinek megvan erről a meggyőződése és világképe, hogy miért is vagyunk itt a világban, és személy szerint miért vagyunk itt, mert hogy tapasztalunk, de az ember egy önébredő eszmélő lény. Igen, tehát az ember egy önébredő eszmélő lény, és ez a tapasztalás ez nem csak véletlenszerű, hanem azt gondolom, hogy ez egy megismerő tapasztalás, és itt kell neki mindenkinek föltenni a kérdést, hogy szerintem mire megy ki ez a játék, vagy mi ennek az életnek a lényege. És ehhez képest érdemes nézni támpontokat. Én magam részéről, ahol én tartok, felébredtségben, önismereti tudatszinten, ahogy értem a világot, azt szoktam mondani, hogy az emberi értékekért vagyunk itt, magasabb szinten az emberi erényekért, és mindenki szeretni, szeretve lenni, kíván, ez egy alapvető inspiráció, vagy akar lenni. Tehát a végső szeretet és tudatosság nekem a támpont, és amikor én például ezeket a videókat készítem, akkor arról beszélek, hogy az adott időminőségben milyen lehetőségeink és feladataink vannak arra vonatkozólag, hogy minél inkább fejlődjünk,
ébredjünk, és minél inkább megéljük az emberi értékeket. Na most ugye itt van egy olyan, itt jutottunk el ahhoz a nagyon érzékeny ponthoz, hogy önbeteljesítő jóslat vagy nem. Magam részéről, ha ezt az eszközt használom, aki követi a videókat, említetted, és te is tapasztalod, hogy én azért alapvetően mindig az ideális megoldásról beszélek, illetve a lehetőségek tekintetében annak a legmagasabb szintű megvalósulásáról, mert az a helyzet, ezt megint mindenki érzékelheti az életében, ugye az egész világ színház, ha már Shakespeare-t említettem, hogy egy színész, vagy mi, mint az élet szerepeinkben a színészek, milyen szinten, milyen tudat felébredtségi szinten emberi értékkel és szeretettel föltöltve éljük meg azt a szerepet. Tehát nyilvánvalóan lehet úgy, hogy valaki kevés szeretettel, kevés emberérték, kevés tudatossággal éli meg, vagy magasabb szinten, akkor természetesen nyilván akkor valaki csak a kivetít, akkor valaki csak a fizikai síkon él meg dolgokat, a külsőben, a formában, akkor nyilvánvalóan ez az a szint, amikor előfordulhat, ugye ez a bizonyos önbeteljesítő jóslat, és azért beszélek mindig úgy, hogy a világ egyben van, a kint pont és a bent. Pont akartalak már dicsérgetni, csak nem akartalak megszakítani, de ezt nem tudom most már magamban tartani, hogy olyan szépen, olyan finoman tudod elmondani azokat a dolgokat, ami nem veréket, akár mondjuk spirituális és kicsit matériában ragadt ember között, tehát olyan szépek voltak az átmenetek, és szerintem át is vittél sokakat az irányba, hogy tényleg mi is az élet értelme, hogy azért itt vannak céljaink, tehát nem feltétlenül az, hogy egy autót vegyünk, vagy hiteleket fizessünk, vagy csekkeket, tehát ugye direkt sarkítok azért, persze, hogy így elvigyünk végül is mindenkit, minden hallgatót oda, hogy azért igen, itt nagyon fontos és magasztosnak nevezhető célok is vannak, amiben egyébként egy remek mankó az, hogyha, ahogy mondtad, ugye ezt a térképet ismerjük, és hát egy kicsit akkor, ha térkép és túra, akkor az időjárást is, ugye, bizony. Akkor így mind előrejelzést megkapjuk, és akkor ezekkel a, hát mondhatjuk, hogy információkkal felvértezve ugye indulhatunk el azon az úton, amit egyébként nagyon jól mondtál, hogy az minden esetben egy fejlődésnek kell lennie, tehát én nem hiszem, hogy mi értelmetlenül lézegünk, és egyszer csak az anyagból lett az anyag, és akkor itt mi most x évig itt, nem tudom, bóckodunk, de hát ezen szerintem mind a ketten túl vagyunk, csak azért mondom, hogy mások is felvegyék ezt a fonalat, és rögtön akkor, mivel sikerült mégiscsak félbeszakítanom téged, a napi szintű dologra még talán nem tértünk ki, hogy mi, vannak erre gyakorlatok, hogy most oké, meghallgattam, hogy körülbelül egy adott időszak milyen csillagállásokkal, milyen nehézségekkel, vagy milyen kritériumokkal, vagy milyen külső feltételekkel lesz az én életemre befolyással, és akkor ennek tükrében én miket tegyek? Örülök, hogy így látod, mert ez a törekvésem, hogy ahogy mindig a videók elején is hangsúlyozom, hogy ez egy önismereti fókuszú videó, tehát ha a külvilág vagy a fizikai világ eseményeiről beszélek, az soha nem önmagában tekintem, hanem mondjuk így a fentnek, a szellemi, a tudati dimenziónak, illetve a bentnek, a személyiségnek a kivetüléséről. És itt van a kulcs, ami a eredeti kérdésedben volt, hogy ha valaki ezt egybe látja, és a videókban is erről beszélek, hogy mi emberként az önismereti lehetőségünk is feladatunk, illetve mondjuk így, hogy a mi felelősségünk is egyben szabadságunk, tehát a belső lehetőségünk is munkánk az adott időminőségben, mert hogyha erre figyelünk, akkor nem válik önbeteljesítő jóslattá. Másrészt pedig itt mondok egy spirituálisabb összefüggést, hogy ahogy a videóban is említem, hogy minden alá van vetve a kozmikus időnek, és ezt kvantummechanika, kvantumfizika oldaláról is meg lehet közelíteni a spiritualitás vagy elfigyelőrendszerek aspektusából. Tehát magyarán az adott időminőségben egyébként Jung is ír erről, tehát most is Shakespeare említettem, de sokféle példát hozhatnék. Tényleg csak az történhet meg, csak kérdés az, amilyen tapasztalási mintázat adott, csak kérdés, hogy azt milyen szinten élem meg. És hogyha valaki arra gondol, hogy önbeteljesítő jóslat, hogy én ezt hallom, vagy valaki ezt mondja, és akkor én ezért csinálom azt, akkor itt két dolgot külön kell választani. Egyrészt, hogy a kozmikus idő mindenkire vonatkozik, tehát a jellemző időminőségben tényleg arra jellemző dolgok történhetnek. Viszont ugye az emberek jogosan attól félnek, vagy tartanak, vagy hogy itt van egy furcsa érzékeny viszonyulás, hogyha van valami negatív dolog, akkor ilyen szempontból az beteljesül-e. Mindig a feladat adott, és ezt a videókban is elmondom, és a lehetőség. Képzeljük el, hogy egy világegyetembe járunk,
Csak én napi, csak én tényleg, és hogy csak én ezt egy napi bontásba csinálom, vagy heti, vagy havi, hogy előre közlik, hogy milyen egyetemen mit tanulsz, mikor tanulsz, melyik évfolyamban, mi a tartalom, mi a tantárgy, elmélet, gyakorlat, szünidő, vizsgaidőszak, de azt te töltöd föl tartalommal, hogy hogy vizsgázol, milyen szinten, mit kezdesz ezzel a tudással, mit kezdesz ezzel a dokumentummal. Tehát én csak a tantervet ismertetem, és hogyha valaki ezt úgy tekinti, akkor az nem önbeteljesítő, mert olyan szempontból önbeteljesítő, hogy amilyen szinten vagyok, nyilván úgy fogom azt megélni. És lehetséges, ha hallgatom a videót, ha vagyok egy bizonyos önismereti személyiség, érettség, vagy életlenség és tudat szinten, valamennyit megértek belőle, de azon a ponton tudom megvalósítani. De pont abban segítenek az ilyen, szerintem azért is csinálom az ilyen videók, hogy itt legyen egy önreflexió belül, hogy mivel van dolgom belül, szellemi, tudati és személyiség értelemben, és ennek megfelelően akkor már máshogy viszonyulok, máshogy teremtek, nyilván az időminőségnek megfelelően. Ugye erről, ha megengeded, röviden elmondok egy történetet. Meg, ugye sokan ismerik Thorvald Detlefsen könyvét, a Sors mint esélyt, én még itt iskolás koromban olvastam, és a konkrétan az asztrológiára hoz egy példát, két férfi példáját, aki ugyanakkor született, ugyanabban a városban, ugyanazon a helyen, ugyanabban az óra percben, és nyilván amikor a születési képletben vagy horoszkópban, ugye azt mindenki tudja, hogy hozunk egy tapasztalási mintázatot, egy hátizsákot, egy csomagot, amit kibontunk az életünkben, és a pszichológia is leírja, hogy 7 éves korunkig megírjuk az életünk forgatókönyvét, majd elkezdjük előadni, tehát többféle hivatkozást mondhatnék erre. De a kérdés az, hogy mit tanulok belőle, és milyen szinten valósítom meg. És leírja ebben a könyvben, hogy az egyik férfi, és bocsánat, a lényeg az, hogy mind a két férfinek az volt egy fő életfeladata, hogy az akaratát, az agresszióját jól használja, harmonikusan használja, tudatosan használja. És az egyik férfi viszonylag fiatalon ezt fölismerte, hogy ez neki dolga van, és elindult a harcművészet útján. A másik férfi üzleti életben volt, és nagyon keményen elkezdett üzletet építeni, viszont eléggé erőszakosan, eléggé akaratosan, eléggé agresszív módon, bizonyos szempontokat, más szempontokat nem figyelembe véve. És ki lehetett számolni, hogy mikor van a világegyetem tapasztalásában az az időminőség a saját életünkben, amikor ebből próbahelyzetek vannak, emelkedési, fejlődési helyzetek, ha úgy tetszik, vizsgahelyzet van, és mivel ugye mind a két embernek ugyanaz volt a feladata, ugyanakkor született, ez időben egybeesett a két férfi esetében. És az, aki a harcművészet útján indult el, pont arra napra esett egy magasabb fokú övvizsga, azt hiszem a kungfuban, amit sikeresen teljesített, és a másik férfi pedig aznap nagy sebességgel fának hajtott az autójával. És azt hiszem, hogy talán le is bénult, vagy komolyan lesérült, de életben maradt. Tehát magyarán ő nem tudta, mert ugye az elsőt nem kell magyaráznom. Tehát aki harcművészetben egy magasabb vizsgát, ez azt jelenti, hogy már megtanulta az akaratát fegyelmezni, hiszen azért vizsgázik, és azért teljesítette sikeresen. Ott pedig azt látjuk, hogy nem tudta megfegyelmezni az akaratát, és mondjuk az a fa, az volt, aki az akaratát megállította, és az akaratuk meghosszabbítása pedig például az autó. És akkor feltetjük kérdést, hogy mi ebben az önbeteljesítő, ugye? Tehát magyarán azt lehet látni, hogy ez a feladat, ez a lecke, ez a tapasztalás, de én töltöm fel tartalommal. Nyilván, ha öntudatlanul éljük meg, sajnos az asztrológiát meg bármit, öntudatlan egóval, éretlen személyiséggel, látjuk a történelemben, kicsiben, agyban is, bármilyen szent vagy szellemi dolgot lehet önsorsrontásra használni. Ugye szereted a szójátékokat, én is szoktam használni, hogy az asztrológia egy önsors, vagy önsorsrontó módszer, mert én tanítom az asztrológiát, vannak olyan asztrológusok, akiket így nevezek, hogy ilyen ateista, kommunista, nem tudom milyen asztrológusok, akik gyakorlatilag az asztrológiát arra használják, hogy kiküszöbölik magát a szellemet, magát a lelket, magát a személyiségét, és csak az anyagot nézik, hát akkor az lesz belőle. Hát egyébként rögtön egy másik témára is el tudunk kikanyarodni, mert ugye hát most hát sajnos szomorú, de ugye ennek a, mondhatjuk azt, szerintem az élsz hivatás, hogyha valaki ezt komolyan
űzi, ha mondhatjuk így az asztrológiát. Azért itt is vannak kukabúvárai ennek a szakmának, tehát hogy egyébként, ahogy mondtad, ugye nagyon matéria, nagyon anyagba ragadtak, és esetleg csak olyan, hát, hogy is mondjam, csak populáris dolgokat csattogtatnak, ami hát látszólag mankó lehet az embereknek, de hát igazából, hogy te is mondtad, inkább csak az ego tud vele valamit kezdeni, úgyhogy mélységébe igazából nem megy bele. Én is belemegyek egy kicsit spirituális vonalba, mert bennem ez tényleg őszintén felötlött, és régóta foglalkoztat, hogy ugye az intuíció, ami azért valamilyen tudatszinthez már kötöd, de általában azért mindenkinek szerintem megvan, aki idejött ebbe a földi színházba. Amikor csak úgy ráérzünk valamire, hogy most ezt kell tennem, akkor is esetleg az észérvek, vagy az egóm, vagy bármi ugye nem ezt választana, nem ezt az utat, vagy döntést. Tehát az intuíció ugye, ami a fönti csatornában, amikor össze vagyunk ugye kötve, az szintén napi szinten, vagy akár fontosabb döntésekben, mekkora teret nyerhet akkor, ha mondjuk én az asztrológiai előrejelzéseket én nagyon komolyan veszem, és melyikre hallgassak, vagy ez kéz a kézben jár, ha megfelelő tudatszinten vagyok? Tehát, de érted, nem? Tehát, hogy egyúttal most tudom, hogy ezen a napon ilyen és ilyen dolgok történnek, másrészt meg valami nekem azt sugja, hogy már pedig akkor is elmegyek egy nem tudom műtétre, amire most éppen lebeszélnének, kiragadott példa, csak mindegy, de tehát érted? És akkor most melyik? Tehát ha én vagyok olyan tudatszinten, hogy úgyis ugyanazt az infót hozza mind a két csatorna, akkor meg dőljek hátra a székbe, és akkor úgyis az lesz a jó. Vagy akkor most szakadjak szét, vagy mennyire vagyok bizonytalan, mennyire lehet jó az intuíció, mennyire mondja meg akár a Zsolt, hogy mit kell tennem, vagy mennyire ad ebbe bármilyen segédanyagot, erőt. Hát annak szól a bulogató mosolyom, hogy nem csak jó, főzni volt jó együtt, hanem nagyon inspiráló kérdéseket teszel föl. Kezdünk össze egyébként, abszolút, nem látszik. És ez nagyon fontos a nézők felé is, mert hogy ilyen igényességű kérdésekkel, akik nem ismerik az önismeretet, vagy az asztrológiát, szerintem közelebb lehet jutatni a lényeghez. Egyébként ez nagyon jó átkötés az előző témához, ugyanis van az a tudatszint, tehát van az a személyiségérettség, egyrészt van az a személyiségéretlenség és öntudatlanság, hogy bármit lehet visszájára fordítani, vagy bármiből ki lehet hozni, úgymond a illető számára a legrosszabbat, viszont van az az önismereti felébredtségi szint, ahol ez a kettő, és azért mondom, hogy jó átkötés, mert nagyon kapcsolódik az önbeteljesítő jóslathoz, hogy egy idő után, ugye az időminőség ugye kínál valamit, és azzal kezdtük a beszélgetést, hogy ez csak egy térkép. És nem a térképen járunk, hanem az úton járunk. És amikor még valaki nem ismeri az utat, akkor nyilván többször ránéz a térképre, de ezt integrálni kell, ezt be kell emelni. Tehát azokat a kompetenciákat önismerettel fel kell ébreszteni magunkba, vagy legalábbis ez a jó, hogy mi egyre inkább együttműködjünk a térképpel, akár időben, térben, tehát hogy azt cselekedjük, nem véletlenül van az, hogy egy szellemi ember, vagy fölébredt ember bármilyen tanítást nézzünk, akkor jó időben van jó helyen. Ami nem biztos, hogy az elvárásoknak, vagy az óraidőnek megfelel, hanem nagyon jól ráír az időminőségre. És ez önismeret kérdése, és fölébredtség kérdése. Tehát, amit mondasz, ha valakinél már születetten ez úgy van, mert azt látom, hogy születünk valamilyen munícióval, valamilyen tudatszinttel, és utána az önismerettel pedig ezt fejleszthetjük, vagy kényszerűen, vagy belső kinyomásból, vagy ugye belső inspirációból, ki hol tart, ugye attól függ. És ilyen szempontból ezek elkezdenek összeérni. Mondok erre néhány példát, vagy akár saját élményt, hogy én nagyon sok mindenben úgy élek, hogy annak ellenére, hogy asztrológus vagyok, nem nézek rá, jó, sokszor fejből is tudom, de nem nézek rá a dolgokra, mert nyilván vannak, nekem is megvannak persze a kihívásaim, de egész egyszerűen én abba menetelek, ez egy törekvés, hogy, és ezt mindenkinek javaslom, mármint aki tud ezzel dolgozni, hogy úgy tekinteni a világot, és valóban úgy viszonyulni, ez persze megint önismereti belső munka, hogy amivel találkozom a tapasztalati teremben, az én személyiség tartalmaimnak a kivetülése, kitükröződése, illetve az én tudati tartalmaimnak, és azoknak a mintáknak, amiket hoztunk, mindannyian hoztunk, ezt nevezhetjük egyet karmának is, hogyha beosztottam ezt a kifejezést, annak a kivetülése. És ennek van egy magas foka, ami szerintem egy komoly felébredtségi szint, sőt, lehet a legkomolyabb, hogy én úgy viszonyulok emberhez, növényhez, állathoz, a világhoz, hogy azokat látom úgy is, mint karmikus tartalmakat, tapasztalati tartalmakat, tudati tartalmakat, de közben tudok
emberként, vagy mint érző lény felé viszonyulni hozzá. Ez egy nagyon-nagyon magas szín. De minden esetre ez egy törekvést állam is, és ilyen értelemben mondjuk így, hogy annak a tudása, vagy annak az intuíciója sok mindenben megszületik, hogy most megyünk az erdőben, és én érzem, és tudom, hogy arra kell menni. Aztán lehet, hogy itt van a térkép, ja tényleg. És így utána sok mindenben már, ja tényleg. Tehát nem az a célja, hogy mondtam az asztrológiának is, hogy a térképet nézzük, mert akkor fölbukunk a következő fában. És akkor erre mondtam, hogy az asztrológiából is lehet csinálni egy függést. Tehát ez egyik szélsőség, ha valaki öntudatlanul használja szerintem, vagy életlen személyiséggel, csak a fizikai részt, igen, csak a fizikai részét igen. Nézi, csak a materiális világban próbálod variálni, ott sakkozni, illetve amikor függ tőle, vagyis hogy kivetíti, tehát intakt pont arra, ami az asztrologának lényege az önismeretre. Egyébként nagyon jó, amit mondasz, és megint erre rá tudok szerintem fűzni egy másik izgalmas témát, illetve szerintem egy hasznos tanács is ki fog ebből majd valahogy bújni. Én arra szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy az asztrológiában benne van az a veszély is, hogy főleg, hogyha egy kicsit egósabb szint, vagy nem annyira ébredetthez jutnak el ezek az információk, és ebben semmi negatív nincs, ahogy mondtad, nem vagyunk egy szinten, mindenki egy úton jár. De szerintem benne van az a veszély, ami nagyon jellemző a mai társadalomra és a mai emberre, és azt magára veszi, aki akarja, hogy mindig külső felelőseket keresünk a döntéseinkért, kérjük a csodapirulát, ha betegek vagyunk, a politikus szídjük a világot, hogy éppen miért, mi történik velünk, és hogy az asztrológiában is úgy látom, de aztán majd megcáfolod, hogy megerősített, benne van az a veszély, hogy ott is azért vannak, hát igen, erős, nem azt mondom, hogy direktívák, de eseménysorok, várható dolgok, amikbe szintén bele lehet kapaszkodni, hogy például, mit tudom, én most nagyon rossz dolgokat, vagy nagyon rossz a csillagállás, ma kisekelek az ágyból, örülök, mert úgyis csak elesnék, azt mondták a tévében, jó sarkítok, érted? De hogy benne van az, vagy hogy ó, akkor most ilyen lesz, akkor na azért leszek én most beteg, vagy azért nem fogom most felhívni a Julcsit, vagy igazából ráismertem az archetipusok alapján, de ez majd egy másik téma lesz, amiről még szeretnénk beszélni, hogy mit tudom én, az én férjem nem is hozzávaló, és nem is az ikerlángom, de most már csapongok, de a lényeg az, hogy ezekben bele tudunk kapaszkodni, illetve sokan, és hogy ez is egy veszély, hogyha egy kicsit az ember elkezd ebbe elmélyülni, akkor ne azon a, hát hogy is mondjam, csak tudattalanabb szinten értékeljük ezeket az infókat, mert akkor megint csak elviszi az életünket, az egónkat nagyon jól táplálkozik belőle, megint megmagyarázza, hogy miért nem kell ma se semmit csinálnom, vagy miért kell ezt, vagy amazt, és igazából maradhatok akár mondjuk egy áldozat szerepbe. Olyan kérdéseket teszél fel, Ákos, amik tényleg elállítik. Nagyon mély, de nagyon jó, mert sok minden felé el lehet ágazni, és nekem köszönöm, mert ez kihívás. Egyrészt, amikor még televíziósként az új éverzet kihívásai riportsorozatot forgattam, ez az Edres forduló környékén volt, akkor találkoztam egy ilyen mémmel, vagy egy ilyen üzenettel, hogy ezredvégi dilemma. Na, melyik jó tulajdonságommal éljek vissza ma? Szóval az a helyzet, hogy az asztrológiát is egy kellő fölemébredtséggel, vagy éretlen személyiséggel lehet önigazolásra használni. Ja, miért ütöttelek meg? Hát azért, mert ott áll a Marson, vagy valami. Tehát, hogy ez egy teljes önigazolás. Tehát az a helyzet, és itt nagyon fontos dolgok következnek ebből, hogy amikor valaki, és ezt tudják a tanítványaim az iskolában, mert ezekkel kezdjük, mondjuk elemzünk egy horoszkópot, akkor abban egy dolog nincs benne, hogy milyen tudatszinten van önmagában az illető, tehát hogy a horoszkóp az olyan, ugye a születési horoszkóp, mint egy hangszer, és kérdés az, hogy milyen zenét szólaltatja meg. Hegedű, de lehet, hogy Stradivári hegedű, oké, az nagyon jó minőségű, de ki az, aki megszólaltatja? Ez még lényegesebb ennél. Na és a lényeg az, hogy amit mindig elmondok, hogy az asztrológiai elemzés, ami egy egyéni konzultáció, nem helyettesíti az önismereti saját élményt, ha kell pszichoterápiát, önreflektív munkát, illetve a belső spirituális munkát. Tehát azt ki lehet olvasni, hogy nekem dolgom van azzal például, hogy lecsöndesítjem az elmémet, na de azt nekem kell megcsinálni, hogy mondjuk elsajátítok egy relaxációs módszert, vagy koncentrációs gyakorlatot, és akkor azt valamilyen keretek között szellemi vezetővel, csoporttal, úton elkezdem gyakorolni, vagy kiolvasható a Radixból, hogy nekem milyen személyiségsérülésem van, a mögött milyen mintázat, milyen karmaban, miért születtem oda, hogy íródott be, hol íródott be, és ennek az a következménye mondjuk, hogy félek az intimitástól, és ezért olyan a párkapcsolatom, amilyen. Na de nem az asztrológus, meg nem a horoszkóp fogja ezt megoldani, hanem ezt nekem kell egy belső személyiség munkával megoldani. Ez nagyon fontos, hogy párhuzamosan azért a fejlődésünket nem bízhatjuk. Csak hát így van, tehát hogy megint visszatérek a térképre, és amikor valakinél ez külön válik,
akkor ugye ebből születik ez a bizonyos bulvárvilág. Ugye én mindig azt szoktam mondani régebben előadásaimban is, hogy ugye a szélsőség azt tudjuk, hogy eleve pusztító, de a világ előtt két szélsőség van, mint veszély. Az öntudatlan egóra, éretlen személyiségre épülő materializmus, és az öntudatlan egóra, éretlen személyiségre épülő populáris nyúj és bulvárezotéria álszellemiség. Hát most ezek tombolnak. És ugye ez ugye nyilván a kettő, az egyik 19, másik egy hián 20, sőt azt gondolom, hogy bizonyos általunk kitermelt hatalmi érdekcsoportoknak még érdeke is, hogy ezt a bulvárt... De szépen mondtad. Hogy ezt a bulvárt elhintsék. Én egyébként van olyan múltam, valami őszintén, amikor kereskedelmi adókban volt rovatom, tehát nagyon fiatal, a nagy kereskedelmi adókban reggeli műsorban volt asztrológia rovatom, ahol egyébként érdekes módon, aztán soha többet nem sikerült ezt megcsinálni, mert akkor még viszonylag indultak ezek a kereskedelmi adók, sikerült színvonalasan átadni az asztrológiát, egyébként nagyon jó műsorvezetői közis, mert Színész Gárdával, akikkel azóta is köszönöm az együttműködést, és akkor egy másik kereskedelmi adón még egy darabig csináltam, hát ma már ezt nem lehetne, én azt látom, tehát hogy más sokkal inkább elmegy a bulvár szintre, de hát a YouTube-on van, próbálom ezt viszont tudom, más, trash, más nívon. Vagy vannak ilyen, más ilyen nívon. Fázisok, igen. 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 Tehát, igen, ez valós. Még egy dolog egyébként szintén ennek kapcsán, hogy nem csak kibúvó, hanem szintén hasznos jó tanácsot fogsz belőle szerintem kikerekíteni. Én azt vettem még szintén észre, hogy főleg ebben a, hát hogy is mondjam, csak, igen, csak viharos világban, a félelem is be tud gyűrűzni, ha nincs meg a megfelelő tudati szint vagy fejlődés, párhuzamosan mi azzal ismerkedünk ugye az asztrológia világával is, vagy azokat elfogadjuk, hogy ezekre esetleg van-e valami tanácsod, mert én azt látom, hogy azért sokan, hogy úristen, most milyen rosszak a csillagállások, vannak egyébként szintén videókat gyártanak, most direkt nem mondok nevet, de azért ott elég hát borús szokott lenni az alaphangulat. Félelemkeltés a nézettségért, vagyok be őszintén, nagyon sokszor. Igen, és nem is akartam, hogy se bántom meg, ő is aranyos, meg biztos elér embereket, meg szeretik, de hogy azért ott nekem mindig az jön le, hogy azért itt, hú, már megint valami lesz, Jézusom, most akkor már lassan fel se kelljünk holnap, és valahogy ilyen üzenete lesz, és ahogy te egyébként remekül össze is foglaltad, hogy akkor ebbe is van egy ilyen, hát már biznisz, meg... Igen, hát Ákos, ez úgy most szerepet cserélek bárkivel, aki ilyet csinál, és ez nekem is kihívás. Tehát ugye az a jó, szerintem mindenkinek azt javaslom, aki segítő hivatásban van, vagy segítő szakember, önismeretben inspiráló ember, mindig azzal kezdődik a dolog, hogy saját magán dolgozzon, saját magát fejlessze. Mert most akár személyiség szinten is, ha van akinek segítőként olyan meg nem dolgozott személyiség zavara, amiből fakadóan ugye különböző ego kihívásokba beleesik, ugye például pénz, hatalom, népszerűség, egyebek, ugye most közismert néven mondom ezeket a dolgokat. Tehát fontos, hogy az illető, hogyha ilyet csinál, megvesztegethetetlenné váljon. Egyrészt azért önmagáért is, meg azért, mert úgy működik a segítő hivatás. És hogyha minél kevesebb pszichológiai és külső érdek fűződik egy ilyen, különösen aki nyilvánosság előtt van, mint mondjuk én is, vagy valamilyen fokú nyilvánosság előtt lévő segítő szakembernél, akkor önállal nem nagyon számít ez a dolog. Tehát például, ha valaki megnézi a YouTube-on, én nem szoktam mondani, hogy iratkozz föl, én nem engedek be reklámokat, volt, amikor ezt saját zsebből oldottam meg, aztán olykor lett mecénás. Pontosan azért, hogy én ezeket nem akarom ezzel összekapcsolni. Ez nem egy ipar, ezt nem lehet iparszerűen csinálni. Én abban hiszek, hogy ha már amivel foglalkoztok, meg egy főzős műsorban vagyunk, hogy a jó bornak nem kell cégér, egyrészt, bármint annak jó, akinek jó, és azok az emberek találnak meg, amivel nekem dolgom van. Például, tehát, hogy, és ez a egyéni segítői helyzetben is nagyon-nagyon fontos. Másrészt pedig én is mindig mérlegelek ám a videóknál, hogy mennyit mondjak esetleg olyat, ami a fizikai világból, hát most lehet szépíteni, bizonyos dolgokat ki kell mondani, hogy ugye mondok erre két példát, hogy, és végigéltük, különösen ti is, ha nézők voltatok, hogy februárban mondtam, hogy hát ha valahol például a világban puskaporos hordó van, akkor háborús konfliktus törhet ki, és ugye február végén kitölt az oroszlán, és a legutóbbi is, igen. És ezt mindig hozzáteszem, hogy igen, de mindig előtte bőven elmondom, hogy mi mögötte a tanítás szellemi önismereti értelemben, meg azt is, hogy ahogy látom a világ tudatszintjét, ezek is lehetnek. És kérdés, hogy miért hozom be? Tehát én amennyit behozok, azért a videókat is úgy kezdem, hogy
hogy a világ színpadán történő eseményeket ne nézzük önmagában, hanem mögötte lévő tartalmakkal, és erről beszélek sokat. Valamennyi szót ejtek erről is, egyszerűen azért, hogy embereket inspirálni, fölrázni, adott esetben összefogni, mert azért valójában, hogy sok, rövid távon meg hosszabb távon azért lehetne tenni, hogy a világban ne legyen erőszak, hát mert igen. Ha sok ember mondjuk nem fog fegyvert, vagy sok ember elkezd valamit nem fogyasztani, vagy nem kiszolgálni, vagy nem részt venni, szóval azért ott vannak lehetőségek érett formában is. Tehát ezt mindig mérlegelem, hogy mennyit mondjak, de azért mondok valamennyit, mert úgyis elsősorban azt látom a nézői rétegen, vagy a nézői vagy közönség, az a kör, inkább így fogalmazom, azok azért reflektívebbek, mert sok emberrel beszélek, kommunikálok, írnak, nem csak a nyilvános kommentben, egyiket inkább többen privátban, és látom, hogy értik, és valahogy kialakult ez a követői, hallgatói kör, hogy inkább ilyen emberek hallgatják. És nekik azt mondom, hogy lehet mondani, hogy ez nem félelemkeltő, és akkor még annyit erről, hogy ugye hát a félelem, tehát ugye a félelem ugye az életünknek bizonyos értelemben a része, hiszen ott van a szellemfélelem, ott van a halálfélelem. Ez egy árnyék, amit nem ismerünk, amitől félünk, de minél inkább kifényesítjük, hogy Jung beszélt erről a saját árnyékunkat, az ego árnyékunkat, minél inkább ez az ego beletágul egy magasabb tudatosságba, úgy oszlik a sötétség, tehát úgy oszlik a félelem, viszont a félelemmel, pont önismereti szempontból meg, hát nincs más választásunk, szembe kell nézni, igen, és azzal dolgozni, és azért beszélek úgy, hogy inkább amitől lehet félelmünk, mert a félelem az egy szubjektív dolog, tehát nincs olyan egy időminőségben, azt mondom neked, bárkinek, hogy most félni fogunk, vagy félni kell, mert ez egy szubjektív élmény. Én csak arról beszélhetek, hogy most ebben az időminőségben ezt tanuljuk, na most valaki attól fél, vagy ott tart, hogy attól fél, mert ez egy szubjektív élmény, és az ő belső munkája, és inkább arról beszéljünk, hogy abban az időminőségben, például, ha fölmerülnek félelmek, akkor mivel dolgozzon? Egyébként, hát Zsolt, hagyj, hát népszerűsítselek, hogy egy kicsit polírozzalak is, ha lehet ilyen szlenggel élni. Mert én nagyon szeretem a műsorba azt, ami egyébként ehhez szintén csatlakozik, vagy a maga a metodika is olyan, hogy mindig mondod, hogy van egy ilyen akár félelemre okot adó dolog, esemény, probléma, vagy annak a lehetősége, és hogyha ez ilyen és ilyen dolgokat vált ki bennünk, tehát nekem megvan annak az egésznek az iskolája a mikro- meg makroszinten is, amit most elmondtál, akkor ezt így neutrali, vagy sublimáljuk, ugye, de a lényeg az, hogy magyarul mondva, hogy úgy tudjuk semlegesíteni, vagy semmi. Magasabb szinten megélni, és ez szerintem egy tök jó. Tehát, hogy valami van, ezt mondják a csillagok, ilyen történhet, ezért ne féljünk, így tudod ezt magadból ilyen módon megoldani, vagy fejed emelni, vagy az életed. Ide még mondanék valamit, ha megengeded, mert hogy ne szálljon el, de köszönöm, hogy visszajelezted, hogy itt megint én azt látom, ahol tartok megértésben, hogy akár amit én csinálok, ebben is ugye a középutat vigyem. Tehát itt az egyik szélsőség azt gondolom az, hogy ha valaki csak a materiába, csak a felelősséget hárítva, hogy beszéltél róla, és akár félelemkeltően vagy agressziókeltően, mert persze ez mindenképpen a másikban keletkezik, de így interpretál valamit. Vagy a másik szélsőség, hogy csak a legmagasabb megoldást, csak a spirituális megoldást és másról nem beszél, annak meg az a hátulütője, hogy azokat csak akkor lehet megvalósítani, ha valaki már meghaladta a személyiségét. Na most ezeket a videókat azt gondolom kevés mester Magit guru, felébredt mester nézi, mert neki nincs erre szükségük, ahol valaki szabadiba meditál a barlangba. Tehát annak jó, hogy mondod ezt a középirányt, mert mi is ez? Hanem az átlag ember azért nem haladta meg a személyiségét, és olykor olyanok is vannak, vagy olyan megközelítések, aki egyszerűen kihagyja a személyiséget, kihagyja azt, amivel mindannyian valamilyen szinten dolgozunk, vagy küzdenek emberek, és csak arról beszél, hogy ha mindenki megvilágosodott, akkor hogy lehetne megélni ezt az időminőséget. Ez meg picit számon olyan, hogy olyan nyelvet beszélek, amit csak én beszélek. Akkor mi értelme van ennek? Igen. Tehát, hogy akkor magamnak csinálom a dolgot, tehát ennek a közepét, az én megfontolásom, ennek a közepét igyekszem eltalálni. Jó. Hát akkor Szádgurúnak üzenjük, hogy akkor majd azért az ételre is figyeljen oda a végén. Jó, csak most egy kicsit könnyedebb témát akartam feldobni, azért vezettem így fel.
az ételről, mert hát azért most ugye főztünk így is, van. Hogy az ételek, ugye, és hát az étkezésünk és a konstellációknak a kapcsolata van-e, mennyire hozzuk be ezt is szintén a mindennapjainkba, fontos erre odafigyelnünk, és szerinted egyébként a saját tapasztalatodból is mennyire van ennek komoly jelentősége, hogy mondjuk adott esetben én most milyen könnyebb ételeket fogyasszak, sarkítok most, de azért megint érted a lényegét, tehát hogy mennyire fontos ez, ha én odállok a fakanál, és elkezdek valamit főzni, vagy elkezdem kaparlatni a fejem, hogy ma mit főzzek, mit mondok ma nekem a Zsolt? Mit főzzek ma magamnak, ja, ugye? Ahogy a sláger mondja. Na, tehát, ha már ezt az eszközt használjuk, és erről beszélünk, hogy az asztrológia eszköze, az asztrológia eszköze jó arra is, hogy így megnézzük az alapkonstitúciót. Tehát például, amivel megszülettél, mi az az életmód, mi az az életvitel, étkezés, ami a te alap archetipusaidnak, alap konstitúciódnak megfelel. És adott esetben a fölmerülő egészségügyi problémáknak, mert az egészségügyi problémák egy része, például a fakad abból, hogy nem megfelelően használod a fizikai testedet, van egy személyiség elakadás, egy tudati elakadás, tehát azért többféle oka van. Ezek, mint térkép, erre is lehet használni az asztrológiát. Tehát alapban most vagy valakinek van olyan önismerete, vagy megtanítja az élet pofonok és fájdalmak meg tapasztalásokon keresztül, hogy nekem így kéne étkeznem, de nyilván, ha belenézünk ebbe a segédeszközbe, akkor ebből kiolvasható. Ez az egyik. De ez alap, tehát ez nyilván egész életre szól, de közben ez persze változik. Na most, ha azt a részét nézzük, hogy adott időszakban viszont mire figyeljük, mert erre is kérdeztél, hát pont a bevezetőkben említette, hogy amikor én csináltam az önismereti táborokat vidéken, akkor én több szakáccsal együtt dolgoztam intenzíven, tehát budapesti éttermek főszakácsaival, és attól függően, hogy milyen jellegű a kurzus, tehát pszichodráma, egyéb, ott nyilván megbeszéltük ezeket, tehát nem nagyon kábetűs ételek, meg pufasztó ételek, mert ott ugye emberek össze vannak zárva, egy pszichodráma csoportban, stb. Hüvelyesek, így van, ez az alap, hogy milyen a jellege a kurzusnak, és akkor olyan az étkezés. Na most ezen túl viszont én bevittem az időminőségét is. Tehát, hogy akár napi, heti bontásban megbeszéltem a szakácsokkal, hogy milyen fűszerek, milyen ételek legyenek benne, vagy milyen alkotóelemek legyenek benne az ételekben, mert hogy a növények, vagy bármi fűszerek is ugye megfelelnek egy analógiának, és tulajdonképpen az asztrológus egy analógiás rendszert olvas ki az alaphoroszkópból is, és az adott napokban is, és arra lehet egyébként valóban figyelni, hogy egy adott időminőségben, nyilván ami viselkedés szinten igaz, meg pszichés szinten igaz, például szoknak egy példát, hogy mondjuk azokban a napokban, egyébként most pont ilyen napokat élünk, amikor felveszük ezt a videót, ugye novemberben itt mondtam a videómban, hogy ugye vigyázzunk az agresszió, vigyázzunk az akaratvezetésre, és ez nem csak a viselkedés szinten igaz, a pszichés szinten igaz, egészségügyi szinten igaz, például a vérnyomás, hanem étkezés szinten. Mondjuk ilyenkor ne nagyon együnk rajasztikus ételeket, tehát nagyon együnk tűz, agressziót növelő ételeket például. Tehát ezeket le lehet bontani ilyen szintre. És akkor a fűszerezésben, alapanyagokban, tehát hogyha valakinek erre igénye van, vagy netán olyasmit csinál, mint ti, vagy konkrétan embereknek főz, akkor erre megvan a lehetőség, hogy figyeljen. És akkor van, aki megint, visszakötve, amiről beszéltünk, hogy valaki olyan tudatszinten, hogy erre ráérez, de lehet használni nyugodtan erre a térképet. Abszolút. Jó, tehát akkor mindenképpen figyeljük ezt is, hogy mit főzünk, és hogy mit teszünk, hogy milyen fűszereket használjunk. Én most gyorsan a konklúziót össze is foglaltam. Igen, egyébként nincs annyi idő a videóban, mert eszembe jutott, mert inspiráltál, hogy lehetne erről is beszélni a videókban. Akkor nagyon hosszú lenne, hogyha még arról is beszélnék egy adott videóval, egyébként mit érdemes főzni az adott hónapban. Hát tudod, új ötleteket adtunk, úgyhogy szerintem a következő már benne lesz, hogy megismertem Zsoltot. A következő dolog, ami szintén én azt gondolom, hogy sokaknak izgalmas lehet. Elsősorban egyébként nem titok, hogy szerintem statisztikailag hölgynézők a többsége azoknak, akik így hát talán a követőink táborában is tudhatóak, és ők talán érzékenyebbek is, úgy általában a spirituális dolgokra is, az asztrológiára is. És én egy másik ilyen érdekes társadalmi jelenséget figyeltem meg, ami a párkapcsolatok témakörét érinti, vagy akár mi ebben is belemeltünk, ha gondolod. Ott is szintén, akár egyébként már beszéltél az archetipusokról, hát is a csillagállásokról, és akkor ezeknek a kombinációja, kiadhatja ezt, hogy nekem mondjuk ki a megfelelő párom, és szintén itt is van egy, hát szerintem egy kicsit az egóba kapaszkodó vonulat, amiben nagyon szeretnek az emberek hát megtalálni saját magukat,
hogy ez a, most én ezt senkit nem akarok bántani, hogy ikerlángom, vagy, a, vagy az én lelkitársam, valóban megtaláltam el, és akkor ezeket megint talán nem, nem megfelelő tudatszinten ezeket az infókat magába szívja, és ebből ő kitalálja azt, hogy a jelenlegi párja mégsem az ő lelkitársa, vagy ő egy rossz kapcsolatban él, vagy egy erőszakos kapcsolatban él. Ez lehet egyszer olyan szempontból jó, hogy ha tényleg valami rossz, akkor, akkor felébreszthet benne valamit, de lehet, hogy igazából tökre megint csak meghatározza azt a párkapcsolati vonalat, vagy a jövőjét, ami nem is lenne feltétlenül szükséges. Tehát, hogy, hogy megint egy külső segítség, hú, hát ez, ő nem is az a típus, meg hű, ő ilyen, meg olyan, meg amolyan, és akkor ő nem hozzám való. Vagy fordítva, ha én keresésbe kezdek, akkor nekem ezeket igenis szigorúan figyelemben kell vennem, hogy én milyen típus vagyok, ő milyen típus, ez a Jung-féle besorolás, meg itt te is említettél már sok mindent, hogy mennyire kell ebbe is így szigorúan belemennünk, vagy, vagy mennyire engedjük itt is egy kicsit el azt, hogy az isteni, vagy a, vagy a közös tudatnak az irányítását, aminek ugye, ahogy te nagyon jól elmondtad, része az, hogy nem véletlenül állnak ugye a csillagok, amikor jön nekem a sugallat, tehát ezek ugye összefognak, vagy összefüggnek, de hogy én azt látom, hogy megint csak, hogy mondtad, hogy az ő asztrológia is hát el tud menni ilyen mainstream, meg mit tudom én, trash szintre, és hogy ez megint egy jó fogóckodó akkor, ha mellette nem műveljük magunkat, nem edukáljuk magunkat, egyébként is a kis lelkünket nem építjük, akkor ezek megint félrevihetik az embert, és én azt látom, hogy sokaknál ez megint nem jól cseng, illetve nem jó lesz az eredője, az eredménye. Ahogy jó, hallgat... megint jó hosszú kérdést. Jó, mert van így sok minden, följön, így van, köszönöm. És ahogy hallgattalak téged, az egyik, ami először eszembe jutott, hogy a haladó csoportokban most éppen az emberi kapcsolatok asztrológiáját tanuljuk, aminek egy fő csapás iránya nyilván a társkap nő-férfi kapcsolatok asztrológiája. Én például mindig azt szoktam mondani, hogy ilyen párkapcsolati ügyben az asztrológia eszközéhez akkor nyúljunk, hogyha arra komoly indok van. Mm-hmm. Tehát hagyjuk a tapasztalásra, hagyjuk a belső vezetetésre, nyilván ahol vagyunk, tehát milyen esetekben javaslom. Egyrészt például ezt egy túlzásnak tartom, hogy valaki, mit tudom én, 3-4 horoszkóppal megy egy asztrológushoz, melyiket választja már az ismerkedés pillanatában, ott már a felelős asztrológusnak fontos, hogy visszaforgassa a saját önismeretére, hogy vajon ez, honnan jön ez belőle, tehát miért van ez, mert az van valami játszma, van valami személyiségmunka mögötte. Vagy például így nyakló nélkül van egy konfliktus, és akkor rögtön fordulunk asztrológushoz mondjuk egy házasság során. Tehát én azt mondom, hogy amikor valódi nehézség van, amikor ismétlődik valaki, tényleg az ismerkedéskor állandóan ugyanabba a csapdába esik, például, vagy egy párkapcsolat, vagy egy házasság súlyosan megfeneklik, vagy van egy nagyon komoly döntéshelyzet, vagy említetted azt, hogy esetleg fölmerül agresszió, vagy bántalmazás, most akár nem csak fizikailag, hanem pszichés értelemben. Tehát ilyenkor, amikor van igazán indok, akkor érdemes az asztrológia eszköz, inkább úgy mondom, hogy akkor érdemes igazán, de így ilyen kisebb minden blikre én nem mondanám, mert az egy kihelyezése ennek a dolognak. És annak ellenére egyébként megint csak, hogy én magam asztrológus vagyok, és ebben is úgy vagyok, hogy nagyon sok ember lebeszélek erről, és akkor emberek furcsán, mert azt szokták meg az emberek, hogy fölhívunk, és akkor az illető azt mondja, hogy jaj, csak ezzel az eszközzel, meg csak én tudok segíteni, én meg általában az ellenkezőjét mondom, mert olyan sokszor fölhívnak olyannal, hogy szerintem ez egy pszichoterápiás kérdés. Ahogy hallgatom önt, és biztos, hogy asztrológiával kell ezt megoldani, illetve nagyon sokszor az is van, hogy jó, fordulok asztrológushoz, megint visszautalok arra, hogy térkép, de közben, és utaltál erre, viszont dolgozom magamon, a felelős vagy korrekt segítő szakemberként működő asztrológus az úgyis visszaforgatja. Mert ilyenkor azt szoktam mondani, hogy igen, pontam ezt a példát, hogy igen, valószínűleg azért van ez a minta, amit már ismételsz a párkapcsolatokban, mert ez egy intimitásból elakadás. És akkor ez hogy íródod be? Melyik gyerekkori fázisban? És akkor ezzel egyébként neked egy életfeladatod van. Tehát visszagöngyölíteni arra jó, de akkor megint oda jutunk, hogy akkor nem az a megoldás, hogy elmegyek még öt asztrológushoz, hanem az, hogy akkor az elkezdjek valamit tenni, ha nem tudom egyedül, akkor az a más szakember való. Például egy pszichoterapeuta. Most mondtam valamit. Tehát, hogy amire éppen Irányos. Szükség van, tehát itt, itt megint a kihelyezés, mert abból könnyen be lehet csúszni, hogy akkor játszma lehet, hogy akkor kihelyezem ezekre a külső ügyekre, és az asztrológiát erre használom. Tehát ez szerintem nagyon fontos ezekben, talán ezekre a jelenségekre utaltál, amit te is megfigyeltél. Igen.
Hát figyelj, még azt nem, egyszer nem hagyhatom ki, ne haragudj, hogy lehet, hogy klisé lesz, vagy így most lehet, hogy lehúzom az eddigi beszélgetés színvonalát, de muszáj megkérdeznem, hogy azért valamennyire akár árnyaltam, vagy ahogy érzed, hogy az átadás szintjét mennyire kell most így figyelembe vennünk, de azért szerintem fontos, és mind sokakat érdekel, hogy most egy nagyon megbolondult világban vagyunk, ugye ez egy, igen, talán senkinek nem kérdés, hogy te hogy látod, hogy a tudom utálatos kérdés, a közeljövő, távolabbi jövőben az emberiség magára lele, vagy megtalálja az igazi feladatát, mert az látszik, hogy most ugye nem azt élik meg sokan, mint amit meg kéne élniük ebben a színházban, ahogy te is mondtad. Tehát, hogy hogy látod, hogy milyen események várhatóak, tényleg nagy vonalakban, meg amennyire úgy érzed, hogy ez még így a szakmaiság részébe teljesen belefér, hogy elhesegessünk-e létező, nem létező félelmeinket, természetesen hesegessük el, de át is adom inkább neked ezt a nem hálás tapétabot. Hát igen, hogy ne feküdje meg a gyomrunkat ez az étel, így a végén. Most szeretnénk majd, igen. A végén, meg a kedves nézőkét, hallgatókét. Tehát ugye a három dolog, az egyik az, hogy ez tényleg egy olyan óriási mély kérdés, hogy erről ugye külön előadásokat szoktam tartani, és egy-kettő fönn is van a YouTube-on. Mostanában előszeretettel hívnak olyan témákkal, ezt nyilván közösen szültük meg ezt a címet, hogy fölkészülés a következő évtizedekre. Ennek egy jó része nem vidéken, több helyre, önállátó közösségek több helyen megfordultam, ezt nem veszik föl, és akarom, hogy feltétlenül fölvételre kerüljön, de egy-kettő van, ami fölkerült a YouTube csatornámra is. Tehát ez nyilván mélyebb elemzést igényel. De hogy mégis válaszoljak erre, és akkor az is eszembe jutott, ahogy hallgatalak, hogy hát nyilván nem gondolod komolyan, hogy most erre én megmondom. Nem gondolom a választ, hogy akkor mi lesz, mert ezzel megint... Megkövesztek volna nézők, persze, hát persze. De a lényeg az, hogy megint egy jelfigyelő azt látja, hogy mi a feladat és mi a lehetőség, és amikor én elkezdek egy picit ezzel spekulálni, én úgy tartom korrektnek, hogy akkor már elkezdek erről spekulálni és elmélkedni, hogy ez a feladat, ez a lehetőség, ennek ez az időzítése, és hogy egyébként, ahogy én látom, fontos, hogy vállalod a felelősséget érte, az emberiség ezen a tudatszinten van, és akkor hát ezt kell nekünk összeraknunk. Tehát abban én egyébként nem szeretek belemenni, nem is nagyon szoktam, most sem fogok, hogy milyen szenáriók vannak, tehát milyen kifutási lehetőségek vannak. Nyilván bizonyos előadásokkal valamikor belemegyek, de egy biztos, tehát most keresem a fundamentumokat, hogy az emberiség egy olyan fokú ébredésben van, szellemi, tudati ébredésben, aminek az időszerűsége már itt van a kertek alatt, és egyre inkább megyünk bele, illetve személyiségszintű érésben, akár kényszerű érésben, és pont amikor a YouTube csatornámat indítottam, akkor mondtam meg a kígyót levedi bőrét előadást megtartottam, és ott sokat beszéltem erről 2020. január közepén, hogy fölvesszük a mérföldes csizmát, hogy gyorsított formában föl kell nőnie az emberiségnek, és hogy lesz rá okunk, ami ezt hozza. Hát a mellékelt ábra mutatta is, hogy mennyire hozták azok a jelenségek, mondjuk így, az, hogy az ember vállaljon felelősséget magáért, a szabadságával és a felelősségével együtt éljen, és így tovább. Na most ebbe az ébredésbe megyünk be, és azt is szoktam mondani, hogy egy olyan spirituális és kultúrkorszakba lépünk be, amikor szinte azt lehet mondani, hogy olyan történelmi pillanat, hogy most van igazán lehetőségünk, kompetenciánk, hogy nagyobb szabadsággal éljünk a szellemi fölnövés lehetőségével. Igen ám, csak ilyenkor megjelenik a másik oldal is. Tehát ez azt jelenti, hogy megjelenik mindaz, ami viszont az árnyékban van, ami öntudatlan, és megjelenik annak a múltnak a következménye, kitükröződése, most akár szubstilisen, analógiásan, karmikus szinten, most azoknak mondom, akik ezt értik, amit az előző generációk, meg ez a csoporttudat jelenleg kitükröz, tehát azzal is most itt azért számolnunk kell, ennek a tetten érhető fizikai része például, ahogy mi bántunk a természettel, egy csomó minden nyilván ebből visszajön. Nyilván nem minden azért van a természetben, mert mi úgy bánunk vele, ahogyan, hanem megvannak itt bizonyos kozmikus, meg föld alatti és föld fölötti folyamatok természetesen. De a lényeg az, hogy ami biztos, és az, mint régen mondok, hogy a 2000-es évek első évtizedeiben, mert egyébként az első előadásaimat még
még primaszul fiatalon, még főleg analógiás gondolkodással kezdtem el, mertem erről dumálni, és nekem is akkor még ilyen tüzesség volt bennem, és később azt mondtam, hogy milyen bátor voltam, hogy ilyenekről elkezdtem beszélni, még életlen voltam hozzá. De a 2000-es évek elejétől kezdve viszont mondom, mert akkor volt például 99-ben, ha emlékeznek a kedves nézők, vagy ti egy ilyen kollektív, bár lehet, hogy mi nagyon picik voltatok akkor. Egy ilyen kollektív világvégevárás, és akkor azt mondtam, hogy az majd a 2000-es évek első évtizedeiben lesz. Nyilván nem a világ vége, hanem az, hogy szóba került ma a komfortzóna, hogy nagyobb mértékben gyökeresen kell változni kívül és belül. Ez borítékolható. Tehát, hogy gyakorlatilag most ez az ébredés, ami egy másik szinten viszont bizonyos elfojtott, nem integrált, ismeretlen tartalmaknak a beépítését jelenti, ahogy mondtam, egy gyorsított fejlődés, személyiségfejlődés, szellemi ébredés, ez azzal jár, hogy valóban inkább a komfortzónán túl, ha már ezzel kezdtük, és mélyebb, gyökeresebb átalakulások, változások, időminősége jön, és események sora. Hogy ez milyen, és tehát magyarán, amit azt mondom, hogy egy több generáció most fizikai testben van és együtt él, most magyarulunk abban, hogy a jóléti világban, ez fontos kimondani, és mi is a jóléti országok közé tartozunk, bármennyit is panaszkodnak erről emberek. Tehát a világ legjólétibb országainak a szűk köréhez tartozunk pillanatnyilag, de amit bizonyos generációk megszoktak, vagy akár még az én szüleim is persze megélték 56-ot, de azért ők is már azért beleszoktak abba, hogy itt viszonylag nyugi van, meg béke van, meg kényelem van, meg komfortzónán belül vagyunk. De ez a következő évtizedekben ehhez képest ezek a ilyen szempontból, szoktam mondom, boldog békeidők lejárnak. Tehát többet kell változni, nagyobb mértékben kell változni, és ehhez illenek az események is, és az a kérdés, hogy ha ezt minél több ember belülről teszi, és képes ebben összefogni, akkor az egy konstruktív transformáció lesz. Képzeljétek el egy hasonlatot, hogy egy nagy házban ülünk, egy család, egy közösség, és már régen érzi, hogy föl kéne újítani, át kéne alakítani. És vagy megvárja, amíg ráomlik, vagy elkezdi időben, vagy még ő maga fizet is a bontóbrigádnak, meg a buldózeresnek, és vagy ez mindenképp... az első fejére, hogy hol téglát. Így van, mindenképp jár egy átrendeződéssel. Mindenképp, hogyha te felújítasz, akkor nyilván lesz egy átmeneti káosz, ez egy konstruktív káosz, vagy pedig rádomlik, de az egy destruktív káosz lesz, valószínűleg egy kontrollfázissal is, meg aztán egy kaotikus fázissal is, és hogy stílszerű legyek, ezek voltak az alapanyagok, ezt főztük, most nekünk kell ezt megenni, illetve itt még lehet javítani az ételek. Zseniális átkötés volt az ételekre. És hogy érezheted, hogy egyébként most már így a műsor vége felé még ezt a kérdést szerettem volna feltenni? Érzem már az illatát. Na igen, hát már szerintem mindannyiunkat ingerel, hogy hát Zsolt tanácsai az étkezések kapcsán, illetve te milyen étkezést folytatsz, kendőzetlenül elmondhatod, illetve mik azok a hasznos dolgok, amiket esetleg másoknak is érdemes megfogadnia. Úgyhogy hallgatlak, hogy te hogy éled az életedet, persze csak addig az vénység, amíg nem jössz ki a komfortzónából, ezt most nem hagyhattam ki. Igen, hát pedzegettük ezt az elején. Egyrészt, amikor először fölkértél erre, akkor egyébként a kereskedő amadon voltam sokáig már. Sokáig voltál vegán. Voltam már ilyen főzős műsorban, de egy picit volt egy ilyen, hogy olyan régen főztem már, és akkor nekem itt majd főznöm kell, úgymond. Mert hogy én sokáig nem ettem húst, tehát... Mondjuk így, hogy ha speciálisan fogalmazom, akkor vegetáriánus voltam, és akkor még abban az időben, amikor még én nagyjából érettségi környéke voltam, tehát Magyarországon akkor nem volt annyira elterjedt, nem egy vegán, hanem még a vegetarizmus is, bár ez kezdődött persze már, és ugye a Budapest első vegetáriánus éttermében törzs vendég lettem, tehát sokáig nem ettem húst, aztán utána volt egy olyan jellegű egészségügyi esemény az életemben, ami egyébként elmondom, mert senkinek nem javaslom, hogy elmenjen például csak úgy bélmosásra, mert többen ebben belehaltak a hidrokoronterápiába és egy-két ilyen dologba. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy most mindenki számára kockázatos, de ezt nagyon körbe kell járni, úgy, mint az asztrológiát, azt gondolom, hogy most mire használjuk és hogyan használjuk, és ha tényleg indok van rá. Akkor én elmentem nagyon-nagyon fiatalon, ilyen nyikhajként, úgy brahiból, idézőjelbe téve, és akkor fölborult a bélrendszeremnek az egyensúlya.
És akkor attól kezdve nekem, ez gondolom, azt gondolom, egy hozott tartalmammal összefügg, amit hoztam, és ez pontosan tudom, hogy micsoda. Tehát, hát mondjuk részben, és ezen én dolgoztam, akkor meg dolgozom, de a lényeg az, hogy utána összeállítottam segítséggel, de főleg magamtól erre megfelelő táplálkozást, és azért jobban oda kell figyelnem a táplálkozásra, tehát én most nem mondom azt, hogy mondjuk vegán lennék, vagy vega lennék, most ezt nem részletezném, ennek több összetevője van a felvétel előtt. Azt mondod, hogy nagyon kevés. Mondtam, de jelenleg nagyon kevés húst fogyasztok, és ott is olyat is, ami egyébként megfelelő forrásból van, és mondjuk úgy ismerem, szokták mondani, hogy bemutatkozott nekem, és onnan ismerem, de mindenki érti jól, hogy honnan ismerem. A feldolgozott ételeket te is kerülöd. Hát az szerencsére, megmondom őszintén, hogy én már nagyon fiatalon az élelmiszeriparnak a dorálójából én kikerültem. Az nagyon fiatalon is egy igényesség volt, és a család is megszokta, a szüleim meg nagyon valami még élt, hogy ő sokat főzött nekem, és akkor nehezebb volt ezt megoldani, de én annyira korán erre szocializálódtam, hogy úgy ösztönösen ráéreztem arra, hogy a fősodratú élelmiszeripar az nagyjából mit kínál, vagy mit művel, és ebből én kijöttem. De itt jön egyébként pont, amire rákérdeztél, hogy milyen idők állnak előttünk, hogy ahhoz kell egy belső önmeghaladás, egy belső munka, egy belső erőfeszítés bizonyos dolgokról lemondani, és átalakítani, és ezekre személyiségérettség, hogy te másképp élj, és ezt kezdheted az étkezésnél is, mert ez egy nagyon erőfeszítés, ma már talán annyira nem. De akár anyagilag, más szempontból, pláne amikor elkezdtem vega lenni annak idején, hogy ezt én megoldjam. És egyébként, amely főzés szóba került, azt említettem, hogy én elég sokat jártam Indiába, és én az indiai kultúrát úgy, hogy van, én nekem nagyon szeretem, nagyon közel hozzám, és szerettem az indiai ételeket. És pont a említett egészségügyi szitúból fakadóan én indiai tisztítókúrán, pancsakarmán is részt vettem, volt olyan fantasztikus ételeket, a kezelőorvosom főzött rám 3 hétig, elképesztő indiai ételeket, és egy darabig... 3 hétre beköltözve ide is? Lehet, igen. És én sokat főztem indiai ételeket, volt ugye, hogy a tanítványaimnak is főztem, az asztrológiai tanítványomnak meghívtam őket, és aztán, de az utóbbi időben én keveset főzök, de lehet, hogy majd kedvet kapok mert hozzá. Mert az biztos, hogy még annyi témánk van, amit nem bontottunk ki, hogy én nagy szeretettel várlak majd legközelebb is, remélem összehozunk, és egy kicsit gyorsabban, mint ahogy most sikerült. Így van. Most a beszélgetős részt ezzel akkor én nagy szeretettel lezárnám, és szerintem fantasztikusan izgalmas dolgokat mondtál, és én nagyon hálás vagyok ezért, viszont mindannyian éhesek vagyunk, nézzük az operatőrre is. Úgyhogy most megyünk vissza a konyhába, és szerintem hamarosan egy tányérból leszünk. Én nagyon szépen köszönöm a meghívást, majd valószínűleg még elbúcsúzunk, még de különösen a beszélgetés részét, és köszönöm a figyelmet, de még elköszönünk. Köszönöm. Okay. És el is készült az étel, nagyon finom illata van, és szerintem ízléses, és ez az a pont, amit említettünk, hogy egy ilyen fűszeres joghurttal, természetesen növényi joghurttal meg lehet öntözni, hiszen esetleg száraz lehet, és ez mindenképpen azzal hozza az egyensúlyt, de még nem teszem rá, mert jó, majd a tálalásnál lefotozzuk, a fotózás után majd a tálalásnál. Így szuper, van. És a csillagállások szerintem jók, mert nagyon szépet készítettünk. Eljött ez a pillanat is, én azt gondolom, hogy megérdemelten élvezhetjük mindjárt a mai munkánk gyümölcsét. Igen, kérek szépen akkor joghurtot is rá. És hát közben, miközben most már elkezdünk falatozgatni. Szólj, hogy mennyit elég? Még nyugodtan, bátran még legyél. Igen. Én nagyon köszönöm, Zsolt, hogy itt voltál velünk. Én azt gondolom, hogy nagyon hasznos dolgokat hallhattunk, és hát olyan megvilágításba is láthattuk a világot, amiben talán ritkán van alkalmunk, és én nagyon szeretném, ha lenne ennek folytatása, és tényleg nagyon hálásak vagyunk, én is, és a Dóri is, hogy itt voltál velünk. És én abban biztos vagyok, hogy ez nagyon finom lesz az étel. Nem tudom, te hogy érezted magad, vagy csak pár szóban esetleg a te véleményedet is szeretném hallani. Megérett az idő, nehezen hoztuk össze, viszont annál jobban éreztem magam. Tehát érdemes volt várni, azt gondolom, hogy egy inspiráló együttlét, kérdések, beszélgetés volt a közös főzést és a diskurzus tekintetében is, úgyhogy én remélem, hogy kedves nézők, hallgatók is ezt tudják fogadni, és mindenki számára ez emelő, hiszen a videóimban is, és egyáltalán amit csinálok, azért teszem, hogy
tudatos vagyunk, emelkedjünk, de közben azért érezzük jól magunkat, amennyire nagyon lehet. Nagyon fontos, ez egy remek zárszó, és még annyi, hogyha a videót említetted, hogy iratkozzatok fel Zsolt videó csatornájára is, igaz, a YouTube-on végülis a neved alapján ugye meg tudnak találni, de majd Dóri ki is fogja tenni, szerintem már látjátok is a képernyőn, ha minden igaz. És a ti csatornátotok. Ti csatornátokra is természetesen. Majd a úgymond a ti nézőid is fognak remélem bennünket látni. Eljött az idő, szerintem kóstoljunk is. Áldásos étkezést kívánok, és köszönjük a figyelmet. Azt meg egyébként így van, de ezt most nagyon gyorsra veszük, mert már nagyon éhesek vagyunk. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Thank you.